első élmény az itt, ezeken a lépcsőkön volt gyerekként, amiből mára igazából csak képek, hangok, illatok, érzések maradtak meg. Ahogy itt ültem, és csodálattal néztem mindazt, ami a színpadon zajlik. És útban hazafelé mindig azon töprengtem, hogy de mi van, miután lemegy a függöny? Mi lesz azzal a világgal, azokkal az emberekkel? Hogyan tovább? Akkor még nem is sejtettem, hogy ezekre a kérdésekre hamarosan választ találok, és a függöny mögötti világ az életem részévé válik. Úgyhogy csak azt kívánom magamnak, hogy az utolsó színházi élményemet is ugyanilyen kíváncsisággal, csodálattal, izgalommal éljem meg. És természetesen, aki nélkül ezek a kis születésnapi videók már nem jöhetnének létre, az Rózsa Lacika kollégám, aki ebben az évben is ugyanezen a napon született. Neki pedig azt kívánom, hogy nagyon sok jó színházi élményben legyen része, vagy legyen részünk együtt. Isten éltessen, Lacikám! Köszönöm! Sziasztok!